Köszöntöm nézőinket, önök a Tóna Táj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Kigyulladt a Tamási fürdő, az épület teteje mintegy 500 négyzetméteren teljesen leégett. Minden szentek, elhunyt szeretteikre emlékeztek az emberek november 1-én Tolna megye szerte. Kötelező lesz a védőoltás, több Tolna megyei cég és önkormányzata héten hoz döntést. Maga tehetetlen asszonyt mentettek meg, az áldozat már a kihűlés határán volt. Kigyulladt és mintegy 500 négyzetméternyi felületen teljesen leégett a Tamási termálfürdő tetőszerkezete hétfőn. Az oltásban közel 50 tűzoltó vett részt, de még így is órákon át kellett dolgozniuk. Az eset során senki nem sérült meg, de a kár hatalmas. Hatalmas lángokkal égett a Tamási fürdő tetőszerkezete hétfőn este, ez látszik ezen a nézőnktől kapott felvételen. A tűz délután 4 óra körül ütött ki, akkor még fürdőzők is voltak az épületben, nagyjából 50-en. Nekik és az ott dolgozóknak sikerült időben kimenekülniük. Ezen a felvételen pedig az első lángcsóvák látszanak. A 10 éve átadott létesítménynek az emeleti része gyulladt ki. Ez egy szendvics szerkezet volt, belül egy lambéria, középen egy közgyapott szigetelés, valamint felülről pedig egy vékony fémhéjazat bádó fedi, vagy fette gyakorlatilag ezt az épületet. Ez a szigetelés az, ami gyakorlatilag lángra kapott. A tüzet nagyjából 6 óra alatt tudták csak megfékezni, az oltásban közel 500 lánglovag vett részt. A felvételeken az is látszik, hogy daruskocsi is dolgozott a helyszínen. Siófok, Bonyhád, Dombovár hivatás tűzoltói, Tamásiból az önkormányzati tűzoltók mellett kint voltak még az önkéntes tűzoltóegységek is, a káresetnél, Szekszárdról pedig a Tolna megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat az, aki kint volt, és ő az, aki a tűzoltás vezetését irányította. Ezek pedig már kedd reggeli felvételek, még akkor is a helyszínen volt a darus tűzoltóautó. A 2011-ben megnyitott fürdőt Tamási önkormányzata működteti. Az épület be volt biztosítva, de akár így is hatalmas. A tetőszerkezet mintegy 500 négyzetméteren teljesen leégett. A felmérés még napokig eltarthat. Szerencsére az épület szerkezetében, belső részében talán komolyabb károk nem keletkeztek, de kérdés még az, hogy a gépészeti rész mennyire károsodott, ezt most még így nem tudom megmondani. Hogy mi okozta a Tamási termálfürdőben kitört tüzet, azt a katasztrófavédelem által lefolytatott tűzvizsgálat deríti majd ki. Az interneten megjelent videók alatt többen már arról írtak, elektromos zárlat előzhette meg a lángok felcsapását. 1867 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedd reggelre idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 876.497 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 39 beteg, így az áldozatok száma 30.920 főre emelkedett. 2839 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 312-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.955.000-en kaptak, Tolna megyében 18 új fertőzöttet regisztráltak a hét első napján. Ezzel a járvány kezdete óta 18.557-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Az egészségügyi intézmények kérésére visszatérnek a katonák a magyar kórházakba, közölte a Honvédelmi Minisztérium. Itt szeptember 6-ától ismét segítséget nyújtanak az ilyen intézmények dolgozóinak a szakképesítés nélkül ellátható logisztikai feladataikban. A katonák az ország különböző pontján 23 kórházban mintegy 83 fővel segítik az egészségügyi dolgozók munkáját. Tavasszal mintegy 1100 egyenruhás teljesített szolgálatot 93 kórházban. Részt vettek logisztikai feladatokban, segítkeztek az érkező betegek testhőmérséklet mérésében, a betegirányítási, betegkísérés és útbaigazítási, valamint adminisztrációs és szállítási feladatokban is csökkentették az egészségügyi dolgozók leterheltségét. Országszerte gyertyafénybe borultak a temetők november 1-én, Tolna megyében többek között Bátaszéken és Dombováron is tartottak közös megemlékezést minden szentek napján. Az emberek legtöbbje november első két napján emlékezik meg elhunyt szeretteiről, azonban akadnak olyanok is, akik évente több alkalommal, vagy akár hetente ellátogatnak a sírkertbe.
Virágokkal, mécsesekkel mentek az elhunytak család tagjai a temetőkbe Tolna megyében minden szentek napján. A többi létesítményhez hasonlóan ilyenkor Szekszárdon is hosszított nyitvatartással készültek a sírkertek üzemeltetői, hiszen a környező településekről is érkeztek látogatók. Kakasdiak vagyunk, itt ide is jövünk, mert itt is van közeli hozzátartozónk. Bátaszéken november 1-én többek között megemlékező imádságot tartottak a város köztemetőjében. Sümegi József diakónus elmondta, minden szentek és halottak napja ősi hagyományokra, több mint egy évezredes múltra tekint vissza. A Klünyi bencések Franciaországban kezdték el ezt az ünnepet, amikor megemlékeztek mindazokról, a megdicsőült szentekről, akiket nem név szerint emlékezünk meg, akikről a liturgiában, hanem akik eljutottak Isten színelátására, de nem ismerjük a nevüket. Toronyi Gézáné néhai férjére emlékezett. És én nagyon sokat járok ide ki, mert sok rózsám van, és mindig hozom ide ki neki a virágokat. Úgyhogy már télen, mikor elkezdődik a hóvirágom nyílni a kertbe, akkor kihozok, és ez folyamatosan megy egész évben. A dombóvári temetőben is sokan gyújtottak gyertyát, helyeztek el virágot elhunyt szeretteik emlékére. Vannak, akik heti rendszerességgel látogatnak el a sírkertbe. Én nem csak évről évre látogatok, én minden szombaton kilátogatok a temetőbe. Tehát, hogy ez nekem nagyon fontos, hogy az elődeinket, szeretteinket így tiszteljük meg. De nálam nem a minden szentek meg a halottak napja, ez csak egy nyilván, hogy ez egy vallásos dolog, de én rendszeres temetőlátogató vagyok. Dombóváron a Városszépítő Egyesület szervezésében közös megemlékezésre is sor került. Egy éven belül a hazai lakóingatlanok 20%-a, vagyis csaknem 820 ezer lakás újulhat meg, derül ki a legnagyobb hazai gazdaságkutató vállalat felméréséből. Korábban az idei utolsó negyed év elején is a családi házakban élők terveznek korszerűsítést a legnagyobb arányban 23%-nyian. A panellakások lakóinál 17%, a téglaépítésű társasházak lakóinál 15% ez az arány. Jelentős az eltérés a települések mérete alapján is. A községekben csaknem 25%, a kisvárosokban 21%, a megyeszékhelyen 17%, a fővárosban 16% a felújítási szándék. Az elmúlt héten jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a munkáltatók kötelezővé tehetik dolgozóik számára a védőoltást november 15-től. A héten több Tolna megyei cég és önkormányzati hivatal végez felmérést annak érdekében, hogy kiderüljön a dolgozói körében mekkora az átoltottság. Azonban már most is van olyan, aki tudja, hogy biztosan nem, vagy aki csak részben, de bevezeti ezt a korlátozást. Csütörtökön lesz vezető értekezletünk, csütörtökön fogjuk eldönteni, hogy kötelezővé tesszük, illetve nem tesszük kötelezővé a védőoltást. Kocsmár István, az Aliszka Bau ZRT vezérigazgatója rendkívüli vezetőségi ülést hívott össze a hétre, hogy megtárgyalják, szükséges-e a munkavégzést védettségi igazolványhoz kötni. Addig is november 1-ével már több óvintézkedést is bevezettek a cégnél dolgozók védelme érdekében. Most már csak az itt dolgozók léphetnek be az irodába, kötelező a fertőtlenítés, visszaállt a régi rendszer, hogy közös helységekben három embernél több egyszerre egy időben nem tartózkodhat, és hát az irodáink ugye viszonylag nagy légterűek, tehát bővebbe tudjuk tartani a szociális védőtávolságot. Kocsmár István azt is hozzátette, felméréseik szerint nagyon magas az átoltottság a dolgozóik között, és nagy részük a szabad levegőn dolgozik, így valószínűleg nem lesz szükség a szigorítás bevezetésére. A koronavírus járvány fertőzöttségi adatai az elmúlt héten nagyon megemelkedtek, ezért a kormány újabb óvintézkedéseket vezetett be november 1-ével. Egyik rendelkezésükkel lehetőséget adtak a munkáltatóknak arra, hogy eldöntsék, kötelezővé teszik-e a dolgozóik körében a védőoltást. A cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottaik számára, hogyha ezt az ott dolgozók biztonsága érdekében szükségesnek látják. De nem csak a cégek és vállalatok vezetői, hanem a települések polgármesterei is döntést hozhatnak ebben a kérdésben. Bozsolik Róbert, Bátaszék első embere egy anonim felmérést indítványozott a közös önkormányzati hivatal munkatársai körében, hogy kiderüljön a dolgozók közül hányan vettek fel legalább két védőoltást. Hogyha a dolgozói létszám legalább 60%-a
részesült kettő oltásban, akkor mi nem fogjuk kötelezővé tenni az oltásnak a felvételét. Interjúnk elkészülte után értesítették stábunkat a felmérés eredményéről, miszerint a bátaszékik közös önkormányzati hivatal dolgozóinak átoltottsága meghaladja a 70%-ot, így itt már biztosan nem vezetik be a védőoltás kötelezettségét. Badáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszegcső polgármestere is úgy véli, kevés embert érint náluk ez a dolog. 15-ig próbáljuk eldönteni azokkal a személyekkel, azzal a minimális 3-4 fővel, aki az egész település nem ebből a szakaszból ugye nem volt oltott, hogy miért nem, hogy nem, orvosilag vagy máshogy, mert eddig ugye azért azt nem kérdeztük. Meglátjuk, hogy milyen indokkal nem oltattak, és megpróbáljuk rábeszélni őket. Appelshofer Ágnes úgy nyilatkozott, nagyon nehéz helyzetbe kerültek ezzel a település és cégvezetők, de úgy gondolja, hogy a felelősségteljes döntés az, ha mindenki beoltatja magát. Éppen ezért az önkormányzat által fenntartott intézmények nagy részében, úgyis mint az óvoda, a művelődési ház vagy a családsegítő központ, valószínűleg bevezetik majd ezt a korlátozást. Én azt gondolom, hogy az oltás életet ment, és nagyon fontos az, hogy se mi magunkat, se a kollégáinkat, se az ügyfeleinket ne fertőzzük meg a Covid-dal. Nem könnyű döntés, még nem született meg a polgármesteri határozat erről, de vélhetően ennél a három intézménynél azokat a munkavállalókat, akiknél jogosítványom van erre, el fogom rendelni az oltást. A jelenlegi adatok szerint Tolna megye átoltottsága az egyik legjobb hazánkban, hiszen a lakosság közel 60%-a már felvette valamelyik vakcinát. A kihűlés határán lévő asszony életét mentették meg szekszárdi rendőrök a helyi kutatómentő egyesület tagjaival közösen. A maga tehetetlen áldozatot egy bokros területen találták meg, csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. Rendőrségi fotókon, ahogy Decs határában az eltűnt asszonyt keresték az egyenruhások a szekszárdi kutatómentő egyesület tagjaival, a szakemberek órákon át közösen fürkészték a környékbeli erdőket, mire a kihűlés szélén levő nőt megtalálták. A rendőrségre érkezett bejelentés egy decsi férfitől, aki segítséget kért munkatársaimtól, mert felesége kutyájukkal elindult sétálni, azonban még órákkal később sem érkezett haza. Az asszony valószínűleg rosszul lett kutyasétáltatás közben, mert mire rátaláltak, maga tehetetlen állapotban feküdt a bokrok között. Csak perceken múlt, hogy az éjszakai hidegben nem történt tragédia. Kollégáim, illetve a kutatómentők együtt kicipelték az maga tehetetlen, és már majdnem kihűlt asszonyt az erdőből, és az akkor kiérkező mentőknek átadták. A nőt ezt követően kórházba szállították, honnan úgy tudjuk már hazaengedték. Frontálisan ütközött össze két autó kedden délelőtt a 6-os úton Dunakömlő térségében. Az elsődleges információk szerint a Paks irányából érkező sofőr túl gyorsan hajtott, emiatt előbb megpördült, majd a szembejövő kocsi elejének csapódott, végül a szalagkorlátnak ütközött. A gyorshajtás gyanúját támasztja alá az a tény is, hogy a vétkes jármű motorja kiszakadt, és mintegy 70 métert repült, majd a közeli bicikli útra zuhant. A kocsikat vezető két sofőr súlyosan megsérült, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Német nemzetiségi napot tartottak Tolnán. A 27. alkalommal megrendezett esemény célja az volt, hogy a helyi és a régiós tánccsoportoknak és kórusoknak lehetőséget biztosítsanak a találkozásra és a bemutatkozásra. Az Ötvös utcai általános iskola diákjainak zenés táncos fellépésével kezdődött a 27. alkalommal megrendezett nemzetiségi nap Tolnán. Az ünnepséget Fülöp Mónika, a város német nemzetiségi önkormányzatának elnöke nyitotta meg. Ő beszédében azt mondta, ez az alkalom az éves naptárukban az egyik legfontosabb, hiszen ápolni és őrizni kell a német nemzetiségi kultúrát és hagyományokat. Igyekszünk minden évben tartalmas programot összeállítani. Az önkormányzatnak mindig az a célja, hogy ne csak a helyi, hanem a régiós kultúregyütteseket meghívja, és a helyi közönségnek így egy képet adjunk arról, hogy milyen a nemzetiségi, a német nemzetiségi élet a régióban. A Tolnai Nemzetiségi Egyesület tagjai most azon dolgoznak, hogy saját hagyományőrző tánccsoportot tudjanak felállítani. Ezzel ugyanis az elnökük szerint könnyebben tudnának fiatalokat megszólítani, akik aztán tovább örökíthetnék majd a német kultúrát. Ez a célunk is, hogy legyen utánpótlás, mert a Tolnának nincsen tánccsoportja, hosszú évekig volt Mözsön, és célunk az, hogy az utánpótlás
tudjuk majd így pótolni. Tehát nagyon szeretnénk egy tánccsoportot, tolnán szeretnénk, az énekkar, vagy a két énekkar is működik, és szeretnénk, hogyha fiatalodnának egy kicsit a kórusok. A német nemzetiségi est közös vacsorával zárult. Regionális híreink következnek. Ebédbe kötött szemmel a vakok és gyengénlátók helyzetével ismerkedtek Somogyban. Magyar siker a búvárfutós világbajnokságon, kaposvári aranyérem Portugáliából. Leányfocisták találkoztak, regionális válogatott labdarúgó tornát tartottak Bolyban. Háromfogásos ebéd bekötött szemmel, ez várt a hangyatanoda diákjaira. Az érzékenyítő programot a Kaposvári Napkerék Egyesület szervezte meg, a vakok és gyengénlátók Somogy megyei szervezetének segítségével. Bekötött szemmel érkeztek annak az úgynevezett láthatatlan ebédnek a résztvevői, amit a Kaposvári Napkerék Egyesület szervezett. A cél az volt, hogy a hangyatanoda diákjai megtapasztalhassák, miként is élhetnek a látássérültek. Talán országban elsőként kezdtük el, hogy megpróbálni, hogy egy látássérült ember hogyan él nap mint nap, hogyan éli a napjait, és ezen belül próbáltuk azt megvalósítani, hogy azok az emberek látnak, hogy érzékeltessék velük, hogy milyen nehéz azok az emberek, akik sérült, látássérültek. A fiatalok nem csak bekötött szemmel érkeztek, úgy is ették meg az ebédet. Önként jelentkeztem, mert érdekel engem, hogy esznek a vakok. A tanodások szerint egészen más egy egyszerű étkezés is, ha nem látják az asztalt, a terítéket, a társaikat. Igazából fura érzésünk, mert csak hangokat hallok, különböző hangokat igazából, meg tapintásból kell eldöntem, hogy mit fogok. A vakok és gyengéllátók Somogy megyei egyesülete szerint nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló érzékenyítő programokra. Ha esetleg még egy ötletként esetleg kocintani is akarnak egymással, egy pohár ásványvízzel rá fognak jönni, hogy ez milyen nagyon-nagyon nehéz látássérültként. Én remélem, hogy azt az élményt viszik haza, hogy nagyon ügyesek ezek a látássérültek, hogy mindezt így végig tudják csinálni. Talán egy kis tiszteletet, megbecsülést kapnak későbbiekben tőlük a látássérültek, illetve ők is megtapasztalnak egy olyan élethelyzetet, amivel aztán meg tudnak birkózni. Az ebéd végezetével a szervezők és a gyerekek egy beszélgetésen összegezték tapasztalataikat. A legtöbben azt mondták, olyan praktikus tanácsokkal lettek gazdagabbak, amelyekkel majd később valóban segíteni tudják fogyatékkal élő társaikat, ismerőseiket. Egy tengeri sügéről készített nagylátószögű felvételével érdemelte ki az első helyet a búvárfotós világbajnokságon a kaposvári ifjabb Lőrinc Ferenc. A Portugáliában rendezett versenyen 18 ország 34 búvárfotós csapata között képviselte hazánkat ifjabb Lőrinc Ferenc és Takár Ivett búvármodell. A magyar csapat egy másik kategóriában egy 6. helyet is szerzett. Erre van nagyon sokat nem kellett várni, mert az első merülés 4. percében csináltam meg, és összesen két képet tudtam lőni. Ami a nehézsége az volt, hogy 18-an merültünk a roncson, és nem lehetett bent a képbe másik ember. A gyors fotó azonban elég volt a világbajnoki címhez. A zsűri ugyanis ezt a 29,6 méter mélyen, a sügérről és a hajóroncsról készült képet találta a legjobbnak a nagylátószögű kategóriában. Idén is több kategóriában nevezhették képeiket a fotósok, így nagylátószögű hal, makró, nagylátószögű modellel, kreatív témában is versenyezhettek a világbajnokságon, ahol ifjabb Lőrinc Ferenc egy 6. helyezést is elért. Minden évben van egy speciális kategória, az adott élővilágra, arra a környezetre jellemző, ez itt a rákok voltak, tehát ebben a kategóriában csak rákot lehetett küldeni, és ez egy speciálisan megvilágított, leszűkített kép, hogy a hátteret azt próbáltuk kizárni, hogy fekete hátteres legyen, és ez két rákot ábrázol egy nem éjszakai felvétel, hanem nappali felvétel, csak igyekeztünk a vakúval világítani, hogy egy picit ilyen szimpodias hatása legyen. A világbajnokságon gyakorló merüléseken edzhettek a búvárfotósok, akik a versenyben 4 merülés alatt készíthették el a kategóriákba szánt legjobb képeiket. 4 merülés alatt két nap 250 képet lehet elkészíteni, a második merülés végén összeszedik a memóriakártyát, azt leadjuk, és akkor a zsűri este 9 órakor visszaadja,
és a másnap újra kezdődik ez a 150 kép. A kategóriát azt nem kell előre eldönteni, de az elkészített képekből kiválasztjuk, hogy melyikbe küldünk. Mindenki egy kategóriába csak egy képet tud küldeni. A versenyzőknek a vízben nincs lehetőségük újra nézni a képeket, így azokat csak később láthatják, mesélte ifjabb Lőrinc Ferenc, aki speciális 17 kilós búvárfotós felszerelését is megmutatta. Egy felszíni tükörreflexes kamera van egy nyomásállótokba belerakva. A korábbi világbajnokságokkal ellentétben idén minden kategóriát külön-külön díjaztak, összetett győztest pedig nem hirdettek. A magyar csapat a VB-k történetében először állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A PMFC Akadémia mellett Szekszárdról, Kaposvárról, Paksról, Kecskemétről, Siófokról, Szegedről és Gyuláról érkeztek lányok az U14-es déli regionális labdarúgó válogatott összetartására Bolyba, ahol a helyi utánpótlás csapatok fiú labdarúgóival játszottak mérkőzést. A PMFC Akadémiáról 8 lány kapott meghívást a szűkebb keretbe. Arról, hogy kik kerülnek majd be az U15-ös válogatottba jövőre, a májusi 4 régió tornája dönt majd. A kiválasztó edzések után az U14-es leány déli regionális válogatott harmadik összetartásán már egy szűkített keretnek szerveztek programot Bolyban. A lányok a PMFC Akadémia mellett Szekszárdról, Kaposvárról, Paksról, Kecskemétről, Siófokról, Szegedről és Gyuláról érkeztek. Három éve focizok, és büszke vagyok, hogy most itt álltak, ugye, és hogy... Egy jó csapatba játszottak most ugye a PMFC-nél. Én Szekszárdon focizom, és pécsi vagyok, és szeretnék sokáig focizni. Én Gyuláról érkeztem, és az a célom, hogy bejussak a U15-ös válogatottba. Az UEFA és az MLS közös projektjének keretében hozott döntést a múlt évi U14-es pilot program folytatásáról, melyben ismét nagy szerepet kap az új korosztályos válogatottak megszervezése és versenyeztetése. Ennek első lépése volt az U14-es regionális válogatottak kialakítása, játékosok felkutatása és felmérése. Mindenki otthon edz, mindenki a saját kis klubjában edz. Igazából ez egy kezdeményezés volt, hogy az U15-ös labdarúgó női válogatott alá dolgozzunk, és megkeressük a kisebb községekben, kisebb városokban, klubokban az ügyes, tehetséges U14-es lányokat. A PMFC Akadémiáról 8 lány kapott meghívást a szűkebb keretbe. Arról, hogy kik kerülnek majd be az U15-ös válogatottba jövőre, a májusi 4 régió tornája dönt majd. Mindenki tudja, honnan indultunk, hát az névén belül már kiemel bánosság szerepelünk, már van 2 válogat játékosunk, egy román, meg egy magyar, plusz itt van sok ügyes kislány. Ez az mutató jó az irány, viszont most kezdődik a kőkemény munkán, úgy gondolom, most kell bizonyítani itt a helyünk. A bói fiú focisták kíváncsian várták, hogy milyen lesz lányok ellen meccset játszani. Nem tudom, fura lesz, de megpróbálunk győzni, ahogy kell. Hát szerintem ugyanúgy, és meglepetést okozhatnak nekünk. A mérkőzésen az ellenfél a Bólyese utánpótlás csapataiból összeállított gárda volt. Ugye nagyjából ugyanaz a korosztály, én úgy gondolom, hogy azért a fiúknak előnyösebb lesz ugye a mai mérkőzés. Bízom benne, hogy meg fogjuk nyerni a mai találkozót. Az a lényeg, hogy a lányoknak egy jó felkészülési meccs legyen, teljesen adott minden Bolyba, jó körülmények vannak, úgy gondolom. Remélem, hogy meg is feleltünk annak az elvárásnak, amit ugye a válogatott szint követelt. A mérkőzést 4-2-re a fiúk nyerték. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó. Kigyulladt a Tamási fürdő, az épület teteje mintegy 500 négyzetméteren teljesen leégett. Mindenszentek, elhunyt szeretteikre emlékeztek az emberek november 1-én Tolna megye szerte. Kötelező lesz a védőoltás, több Tolna megyei cég és önkormányzata héten hoz döntést. Magatehetetlen asszonyt mentettek meg, az áldozat már a kihűlés határán volt. Szerdán változóan felhős napos idő lesz, kezdetben helyenként kötfoltokkal, délután délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, estig számottevő eső nem várható. Éjszaka erősen felhős borongós időre számíthatunk időszakos szorványos esővel. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!